Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma este egy nagyon is ismert arc a vendégem, Pataki Zita. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szia. Nem időjósként, ezt már is elmondom, bár az RTL klubot kedveljük, az időjárás jelentést alapból kell, hogy kedveljük, hiszen tudnunk kell, hogy hogy öltözünk, miként. De én azt mondom, hogy az időjóslást, bár az arcodat az emberek többsége onnét ismeri, majd néhány mondatban szót ejtünk róla, de az alap mindenképpen az az egyedi életút, ami egy mátrai kislányt elvezetett a hírnévig, a sikerig, és ez egy tudatos út volt. Annak tükrében, hogy ugye tudjuk, hogy ugye a magyar könyvtárszakon végeztél az ELT-n, aztán jogász lett belőled, aztán pszichológus lett belőled, plusz ismert televíziós személyiség Miskolcon át egészen az RTL klubig, ennek tükrében vizsgáljuk meg, vegyük górcső alá, hogy mi minden történhetett egy, mert ez egyedi, ugye? Hát egyedi. Én éltem csak végig ugyanezt, igen. Tehát azért jöttél, hogy tüzet hozza világra, és mi mást akarsz, mint hogy égjen. Jó. Kezdjük Franciska nénivel, hiszen Franciska néni volt a tanítónénid, aki egy ilyen rátarti, azt hiszem tűzről pattant kislányt elindított egy úton. Igen, Franciska néni a felső tagozatban volt az osztályfőnököm végig, és a mai napig a legjobb barátnőm, a legjobb barátnőim egyike, és végig kísérte az egész életemet. Ő nagyon helyesen egyengetett engem, és azért abban segített, hogy lehet, hogy egyenes utam van valahova, mert mindig jól tanultam, inkább abban támogatott, hogy emberileg, szellemileg partnerem legyen mindig. Tehát, hogy mindig hozzáfordulhatok, vagy hogyha elakadok, akkor a kérdéseimmel hozzáfordulhatok. És szerintem ilyen emberből kevés van, aki azt mondja, hogy szellemi táplálék, és nem úgy, hogy indirekt, ilyen nagyon direkt módon segítene, hanem nagyon finoman segít az utunk megtalálásában. Ő tehát, nekem a legjobb tanárom volt. Tehát inkább tehetséggondozó volt. Így van, így van. Aki társ is bizonyos élethelyzetekben. Így van. Ugye mondtad, hogy kitűnő tanuló voltál, mindig is kitűnő tanuló mindig. Voltál. Mindig. Tehát tulajdonképpen Pataki Zita egyenlő a kitűnőség, garancia minőségre. Ez nagyon jó egyébként, mert én gondolkodtam később, hogy bármilyen munkát elvégeztem, azt szerencsére nagyon-nagyon jó minőségben tudtam elvégezni, és mindegy, hogy most életem melyik területéről beszélek, de persze volt egyes az ellenőrzőmben, mert nem vittem testnevelés órára el a felszerelésemet, de a szellemem megmutatása az nekem soha nem okozott gondot. A tanulás soha nem okozott gondot. Nekem ez mindig játszik könnyedséggel ment, tehát nem volt ilyen teljesítménykényszerem. Még a kollégiumban is csodálkoztak azon, hogy szembeszálltam akár a kollégium vezetőjével, hogy nekem ne legyen tanulószoba, mert ez a kötelező tanulás, hogy akkor én leüljek 3-tól 6-ig tanulni, az nekem nem ment, és nekem senki ne diktálja. És akár mondom, szembeszálltam vele, én magamtól tanultam, tehát nagyon nem kellett diktálni. Nem voltál stréber. Nem, egyáltalán nem. Egyébként mostanság, azt hiszem, ez vicces, én például a Népköztársaság tanulója voltam. Ami, én köztársaság ösztöndíjas. Ez hülye hangzik, mert mindig kitűnő voltam általános iskolában, stb. És ez viccesen hangzik mostanság, nem divat. Igen. No, de aki ilyen jó tanuló volt, miért a tanári pályát választja hivatásul? Miért a magyar könyvtárszak? Bármi lehet belőle, mondom. Így én. Van, mert én gondolkodtam az orvosén mindenen, de mindig, amikor nekem a szüleim nem adtak olyan erős szellemi tőkét, mint egy orvos dinasztia, vagy nem tudom, egy jogász család tud mondjuk adni a gyerekeknek. Nekem nem volt ilyen, én az egész családomban én vagyok az első diplomás, tehát otthonról én nem kaptam ilyen szellemi tőkét, csak az, hogy én vagyok, és hogy mindig mondjam el a véleményemet, és hogy ne féljek semmitől, és hogy menjek a saját utamon, és ezt tőlük megkaptam.
De hogy miért pont a tanári? Mert tanítani akartam. Tehát teljesen egyértelműen már kiskoromban is segítettem a gyerekeknek, próbáltam nekik logikusan, világosan elmagyarázni. És valahogy azt mondtam, hogy jó, én tanár. Egyébként magyar törire jelentkeztem, csak amikor elindultam ezen a pályán, rájöttem, hogy az egyik talán legnehezebb szakok, mert ugye a történelem mellett még van a nyelvészet és irodalom, tehát ez igazából három szak, és nekem a történelem mindig szerelem volt, és én azt még elsőbe leadtam, hiszen akkor jött az informatika, és éreztem, hogy szükségem van inkább az informatikára, és felvettem a könyv, így van, az irodalom mellé, ilyen kiegészítőként, és nagyon jól tettem, mert fantasztikus más utakat nyitott meg ez nekem. Meg különösen nehéz értelemszerűen a magyar könyvtárszak is. Így van, így van. És miért, hogy jött a jogászkodás, hiszen szerettél tanítani, amennyire tudom. Ez is logikusan jött, ugyanis én először nem kaptam tanári állást, hanem egy gyermekvédő intézetbe kezdtem el dolgozni, és az akkori főnököm azt mondta, hogy szükségem lenne államigazgatási vagy jogi diplomára, és ő beiskolázott engem az államigazgatási főiskolára, és a gyermekvédő intézet mellett én azt elvégeztem. És aztán kiderült, hogyha már valakinek van mondjuk magyarból egy diplomája, akkor is felveszik a jogra egyébként, hogyha az kitűnő diploma, de államigazgatásival meg teljesen automatikusan, ha az jeles diploma. Igen, mert ugye kihagytuk az államigazgatási főiskolát. Igen, ennyi, hogy az államigazgatás ügy az egy három éves iskola volt, és akkor én automatikusan megfeleltem a jogi egyetemre, hiszen automatikusan fölvettek az eredményeim alapján, és akkor gondoltam, miért, tehát nem lehet sokkal nehezebb, mellesleg, hogy eláruljam, sokkal nehezebb tartalmilag egy tanárképző, mint egy jogi egyetem. Sokkal másabb képességeket hívnak elő, sokkal inkább ott kell lenni. A jogi egyetem nem nagyon mozgatja meg a szellemet, az másképp nehéz, be kell vágni a BTK-t, BTK-t. Világos. Hát az első két esztendő az mindenképpen nehéz, ugye? Főleg, aki szeretne jogász lenni. De nem gondolkodtál egy másodpercig sem, hogy a joggal folytatod? De hogy nem, csak... Szerencsém volt, engem a bírói pálya vonzott egy ideig, aztán szerencsém volt, mert taníthattam, oktathattam bíróságokon, egyébként pont itt a Székesfehérvári bíróságra is engem küldött a cég, az oktató cég. Egy jogi programot kellett oktatnunk az összes bírósági alkalmazottaknak, dolgozóknak, tehát a bíróktól a lajstromozókán át mindenkinek. És akkor beleláttam egy kicsit az életükbe, és akkor letettem erről a pályáról. Akkor a párhuzamot kihagytuk, szándékosan egyébként, hogy most kapcsolódjunk be. Ez korán sem véletlen, hogy teljes egészében nem lehettél mondjuk jogász, aztán később pszichológus vagy államigazgatási szakember, hiszen akkor már megvolt a tévé. Így van. Mindig gyakorlatilag 16 éves korom óta a médiában is dolgoztam, de előbb gyerekként ugye hobbi szinten, de Miskolcon a Városi Televízióban épp úgy, mint a magában a gimnáziumi rádióban, és aztán, amikor Budapestre költöztünk, akkor Petőfi Rádió, tehát hogy elkezdtem folyamatosan dolgozni, és nagyon jó kiegészítés volt ez a tanulás mellett, hiszen később már persze fizetésért csináltam. Az időjóslás hogy jött? Ugye erről beszéltünk, most tényleg elnevetjük magunkat, de valóban az emberek többsége nem a tanárt keresi benned, nem a jogászt, nem a pszichológust, erről majd később szót ejtünk, hanem onnét ismer és hisz neked, hiszen mosolygós szemmel mondod a rossz híreket is. Hát igen, ez is egy olyan egyszerű dolog volt, hogy erre telelt az élet. Én egyszerűen jelentkeztem riporternek. Én televízióban szerettem volna akkor dolgozni, mellesleg lehet, hogy még emlékeznek a régmúltban, akik elkezdték a kereskedelmi televíziózást Pokrivcsák Mónika nevére, az ő édesapja pszichológus kollégám volt a Gyiviben, és ő mondta, miután megcsinált velem egy csomó személyiségtesztet, hogy Zita, hát miért nem próbálod meg, teljesen jól állna neked ez a szerep, megoldanád, hiszen tudta, hogy rádiózom, és akkor egyszerűen bementem az utcáról, és mondtam, hogy szeretnék riporter lenni, és azt a választ kaptam, hogy időjárás jelentő kell. Én meg azt mondtam, jó. És ezen dőlt el, hogy én akkor nem azt mondtam, de én riporter vagy én műsorvezető akarok lenni, én akkor elvállaltam az a szerepet, hiszen volt egy főállásom, és olyan munkát akartam találni a tévében, ami nem
12 órás. Kellően kötetlen, igen. Kellően kötetlen, mégsem az van, hogy reggeltől estig dolgoznom kellene. Én a tanárság mellett akartam még mindig egy kiegészítő szerepet. Aztán nyilván, mivel azért valljuk meg, az időjárás jelentés az nem főszerep. Így van. De a téged pedig az Isten is arra teremtett, hogy főszerepet játsz. Kora gyermekkorodtól. Igen. És így jött, ezt követően a pszichológia. Igen. Ez viszont nem szerelem, sokkal több annál, ugye? Igen, mert amikor, és biztos nagyon sok tanárember, vagy nagyon sok szülő, akinek már iskolában van a gyereke, tudja azt, hogy amikor bemegy egy iskolába, szerintem nagyon sok probléma van. Én például azt láttam, hogy a gyerekek motiválatlanok, azt láttam, hogy én hiába adom át tiszta szeretettel az irodalmat, a magyar nyelv szeretetét, ha egyébként egy másik tanár nem így nyúl a gyerekhez, vagy én lehet, hogy őt támogatom az útján, a pályaorientációját, én megoldom, de mondjuk otthonról nem ezt a mintát hozza, és még a szülőkkel kell küzdenem. Annyi olyan lelki problémával, tusával találkoztam, hogy én éreztem azt, hogy nekem pszichológiát kell tanulni, hogy jobban tudjak segíteni a gyerekeknek, tehát hogy sokkal hatékonyabban tudjak hozzájuk nyúlni. Tehát innen jött az, hogy én lélektanból is sokkal professzionálisabb legyek. Evez a mélyre? Igen, ennyi. És tudtam azt, hogy sokkal hatékonyabban, mint egyébként a jog is olyan szerintem, hogy sokkal realisztikusabban látom a világot, nem félek a hatóságoktól, pontosan ismerem a határaimat, tehát hogy biztonságosabban mozgok a világban. Ugyanilyen egy kicsit a lélektan, hogy sokkal biztonságosabban teremtek emberi kapcsolatokat, tudom azt, hogy hol vannak a határaim, sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb tudok lenni, hogy ezt a tudományt is ismerem. Hogy találtál rá a szakirányra? Nagyon egyszerű, igazából egy olyan utat kerestem, ami kommunikációhoz kötött, a nyelvészethez, és nagyon sokáig kerestem egy olyan terápiás módszert, hogy kifejezetten kommunikáció legyen az alapja, és olvastam, nagyon-nagyon sokféle terápiát olvastam, és az egyetlen ilyen egyébként, ami kommunikáció alapú, az a tranzakcióanalízis. Tehát a tranzakció az a beszéd, emberek közötti beszéd, és azt analizálom, és nagyon sokat kerestem, hogy én nem tanfolyamokon akarom ezt tanulni, és egyszer csak elindított a Pázmány Egyetem egy szakot. És akkor én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy jelentkeztem, felvettek, és együtt a pszichológus hallgatókkal. Egyébként nem csak tranzakcionalízis, gestalt terápiától kezdve, nagyon sok mást is tanultunk, és így nekem egyébként coach diplomám van. Nem tartottál attól, hogy a pszichológiában túlságosan sok a szubjektum? Nem. És nekem talán annyiban volt szerencsém, hogy a kommunikáció az szerintem a két ember közötti beszéd, az hallható egy nagyon jól értékelhető, ma már felvehető, ugye te is használod a mindennapodban ezt a technikát, meg tudod magad figyelni, nagyon-nagyon sok mindent nyújthat realisztikusan, és a szubjektum mögé tudunk nézni. Tehát, hogy nagyon sok ebben a kézzelfogható dolog is, ma már a technika is támogat. Lehet ezt szemlélni a kívülálló aspektusából? Persze. Vagy egy kommunikációs tréningen, hiszen felnőttekről beszélünk, és gyermekekről is, de ez két különböző dolog, erről majd később esik szó, hogy miért is a felnőtt oktatás is, azt hiszem, hogy abba is bele lehet szerelmesedni, sőt még inkább. Lehet kívülállóként nézni? Vagy pedig bele kell, hogy éld magad pszichológusként abba a helyzetbe, ha a tranzakciós analízisről van szó, ha nem? Nagyon jó a kérdés, ugyanis én akkor legelőször azért mégiscsak akkor kezdtem el ezen gondolkodni, ezen az utamon, amikor nagyon komoly teszteket kitöltetett velem a kollégám, és felmérte az empátiámat. És azt mondta, hogy olyan kimagasló, hogy szinte azt érzi, hogy segítségre szorulok, mert nagyon sokszor fiatalon nem tudtam eldönteni, hogy
én érzem azt a problémát, vagy a másik ember, akivel leültem beszélgetni. Annyira átvettem az ő érzéseit. És akkor azt mondta nekem, hogy figyelj Zita, ezzel a képességgel legjobb, hogyha a pszichológiát választod, hiszen empatikusan azonnal ott tudsz mellette lenni, úgy tudod megfogni a kezét, mint nagyon-nagyon kevesen. Hogyha én még mellé tanulom a tudományt, akkor nekem ez a pálya nagyon-nagyon szép eredményeket tud hozni. Tehát azért nagyon sokat számít az, hogy aki ezen a pályán van, mondjuk nem azért megy, hogy a saját problémáját egyébként megoldja, hanem azért, mert olyan képességei is vannak, amiben bízhat. És az empátia, ahogy mondtad, hogy az egy nagyon-nagyon fontos képesség, egyébként a tanárnál is, egy műsorvezetőnél. Készség vagy képesség? Hát szerintem mindkettő. De képességtétel létezik nyilván. Így van, és mindegyik fejleszthető. Így van. De ugye nagyon jó, hogy ezek mind fejleszthető dolgok ma már. Tehát, hogyha bármelyikhez hozzányúlunk, akkor fejleszthetőek. Ugye párban jár Pataki Zita és a gyermekek, Pataki Zita és a felnőttek. Kezdjük a gyermekekkel. Teljesen más műfaj. Teljesen. A pszichológián belül is. Hogy lehet közel kerülni a gyermekhez, bizalmat szerezni, hiszen a pszichológia valami, akkor bizalmi elvre épül. Így van. Náluk nem lehet olyan szavakat használni, hogy önbizalom, önértékelés, asszertív, vagy olyan szakszavakat, ők nem értik azt, hogy mi az, hogy nyitott, légy nyitott. Játékokkal tudom őket egyrészt felmérni, tehát, hogy ismeretet szerezzek róluk, hogy ki milyen, és játékkal lehet őket fejleszteni, és ahhoz, hogy játszhassak velük, belőlem is elő kell jönni a szabad gyereknek. Tehát, hogy annyira nyitott léleknek kell annak a vezető trénernek lenni, és a szabad gyerekkel annyira jól kell bánni, és mindemellett a bennem lévő gyereknek gondoskodóan kell előjönni, némi kritikával, szóval olyan összhangba kell lennie ennek a trénernek jelen pillanatban nekem, mert a gyerekek a legjobb szenzorok, ők azonnal észreveszik, hogyha valaki csak hatalmaskodik, basánskodik fölöttük, és a legjobb kritikát ők tudják adni, de többnyire egyébként hallgatnak, tehát hogy nem fognak egy tanárt szemtől szembe mondjuk nem tudom kritizálni. Hogy választ általában egy pszichológus magának stílust? Aha. Ugyanis tapasztalati tény, vannak kioktatóak, tanítónénisek, tanítóbácsisak, és így tovább. Uh-huh. Én szerintem a stílus ugye maga az ember, tehát hogy belőle ered. A kérdés egyébként azért jó, mert én észrevettem, amikor tanítottam, és teltek az évek, hogy ha egy szerepbe vagyok, ami hatalommal jár, és aztán persze utána is olvastam ennek a fajta viselkedés, magatartás változásnak is. Ha egy olyan pozícióban vagyunk sokáig, ami hatalommal jár, akkor egy kicsi okoskodás, kicsi arrogancia így rá fog települni az évek során. Hiszen az, hogy én tanítom a gyerekeket, az folyamatosan ilyen hatalmi pozícióba tesz engem felettük, és amikor én ebből a gyerektársadalomból kilépek, akkor a boltban is, az utcán is, bennem lesz az a fajta akár arrogancia, az a fajta fölény, amit én már begyakoroltam a gyerekeknél. És én ezt észrevettem magamon, hogy mivel járnak ezek a bizonyos szerepek. Egyébként a felnőtteknél pont ezért vettem elő az arrogancia kezelést felső vezetőknél, mert ezt átéltem, megtapasztaltam, és pontosan tudom, hogy hogyan lehet a gyökerét ennek így megfogni és kivágni. Az előbb-utóbb taszít. Persze. Maradjunk akkor a felnőtteknél, ha már szó esett. Van kultúrája felnőtteknél az önismeretnek? Hát egyre inkább van, csak nekem az a szomorú, hogy ezek tudod, hogy jöttek be először Magyarországon ilyen könyvekben, ilyen amerikai sikerkönyvekben. Légy ilyen, légy olyan, és akkor megvettük ilyen vékony kis könyvecskékben, és azért ez szerintem tananyag kellene, hogy legyen, és akár osztályfőnöki órán, irodalomórán. Én az irodalmat példatárnak tekintem, az élet példatára. Ha én Csehovot tanítok, akkor nem Csehov életéről és szételemezzük a művét, nem itt tanítom, hanem például Csehovról azt mondom, miért drámaiatlan dráma az ő műve, és lehet párhuzamba állítani az életünkkel, hogy nincs benne dráma,
Ők állnak, várnák, a jelenben csak várják a szebb jövőt, a múlton jelentkeznek, és nem élik a saját életüket. Az egész egy lélektan, ugye? Igen. Tehát én így tanítottam, vagy így szeretnék tanítani, vagy szeretném, ha így tanítanák. Az irodalom példatár ahhoz, hogy te jól boldogulj az életben, társas életben, munkahelyen, stb. És sokkal inkább olvasnánk ezeket a műveket. Van keletje? Hát egyre inkább, igen, egyre inkább van egyébként, bár szerintem anyagi kérdést csinálunk még mindig belőle. Egyébként én pont ezért szeretek művelődési házakban dolgozni, ahol elérhető vagyok, ahol oda jöhetnek az emberek, és tudok nekik úgy segíteni, hogy azok ne fájjon anyagilag, mert tényleg nagyon magas egy pszichológus óradíja. Tehát ez részben pénzkérdés volt. Mikor nem lesz az? Mikor jövünk rá, hogy ez valóban nem pénzkérdés, ahogy te most kifejtetted? Hát, a sikertelenség az arra sarkal, hogy mégiscsak menjünk el, bármennyibe kerül? Vagy leginkább akkor, amikor már késő, jó magyar szokás szerint? Szerintem még nagyon sok idő eltelik, ahol csak a tényleg ilyen luxus cikk lesz a lélektan, ahhoz, hogy valaki segítsen. Ezért kellene minél többet egyébként gyerekeknek, persze ott van, tudjuk, hogy általános iskoláknak kell alkalmazni pszichológust, és el lehet vinni nevelési tanácsadóba a gyerekeket, ahol rengetegen vannak, és sorba állnak, és igazából nem hatékony. Nem tudom, mikor lesz meg ennek a kultúrája, hogy mindenki számára elérhető legyen, de én nagyon szeretném megélni. Jó úton járunk minden esetre, legalábbis itt Fehérváron a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, ezt tapasztalatban mondom, ha nem is számtalanszor, ez azért túlzás, de jó néhányszor jártunk ott, ahol tréninget tartottál gyermekeknek. Nos, ők hálás tanítványok, azt gondolom, egyik oldalról. Azért jó ránézni, hogy mosolygó szemmel figyelnek rád. Igen, hát én ezt nagyon-nagyon imádom, és ugye az a jó, hogy még számon kérés sincs, tudott, tehát nekik nem kell azzal felállni, hogy Úristen, akkor lecke van, hanem egy boldog órákat töltünk együtt, és ők nem is tudják, hogy fejlesztés alatt vannak épp, tehát az ő szellemük, az ő lelkük éppen dolgozik, munkálódik. Azon akár, hogy legyen nagyobb önbizalma, vagy hogy fogadja el a társát, aki nem tudom, beteg, aki nem tudom, más, mint mi. Szóval ő nem tudja ezt az agyával, nem fogja fel, de sokkal nyitottabb gyerekek lesznek ők. No. Ugye beszélgetésünk elején említetted az asszertív kommunikációs tréninget, most is erre készülsz, hiszen itt Fehérváron Iszkádi Erika egyébként a barátnőd, a Gárdonyi Géza, tehát ezzel nem árulok el újdonságot, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatója, remek dolgokat csinál, ez az egyik, hiszen ez felnőtteknek is szól, ez egy bűvös szó az asszertív, fejtsük ki, hogy a passzív és az agresszív kommunikáció között van középen, de mi ez? Nagyon felkapták az elmúlt években ezt, és egyébként az elmúlt években már pont jött, hát megérkezett, látható volt azért ennek a magatartásnak, ennek a viselkedésnek, vagy kommunikációnak a hátránya is, hiszen amellett, hogyha én asszertív kommunikációra tanítok bárkit, ugye az a lényeg, ahogy mondtad, hogy ha két ember kommunikál, akkor ne fölényeskedjen, ne legyen agresszív ember az egyik, aki fölé megy, és a másik lehet ugye, hogy alá megy, és behódol egy másiknak, hanem két egymás mellett álló értelmes szellemi lény társulogjon úgy, hogy nincs megbánás, megbántás, nincs fölényeskedés, nincs agresszió, az ő szükségleteit úgy fejezi ki az egyik fél, hogy a másikat ugye ne bántsa, erről van szó. Ez nálam igazából így kellene az embereknek, nem így beszélgetni. No, de hát az asszertív kommunikáció pont a problémák esetén jó, ha így beszélünk, és akkor ennek persze megvannak a lépcsői, tehát hogy bűvös, önmagában bűvös szó, de mégis alap. Tehát, hogy a gyerekeket nyelvtanórán azért erre tanítom, mondjuk tényleg nem ejtem ki azt a szót, hogy asszertív. Ez egy nagyon-nagyon jó technika, a hátrány akkor jött, mert biztos hallottunk, az ilyen, amikor vásárlások vannak, biztos mindenki családjában már vásárolt nagyon-nagyon drágán porszívót, vagy edény, nem tudom, akár. Hát ők nagyon profin alkalmazzák az asszertív kommunikációt. Az eladó
nagyon jól beszél, az ő szükséglete, az ő érdeke az, hogy eladja azt a terméket, nem bántja meg semmi, de ő egy kicsit behódol, és meg fogja venni ezt az eszközt. Azért ennél, tehát az, hogy a másikat hogy lehet manipulálni, azért ebből a kommunikációból már ez is kiderült. Hát én megpróbálom persze ezt is megtanítani, hogy nem szabad behódolni, és hogy lehet, hogy valaki képzett asszertív kommunikációba, érezzék meg azt, hogy őket most épp becsapják. Ezt versben megfogalmaz, ez kicsit úgy néz ki, hogy én vagyok magamnak, néked én te vagyok, te én vagy magadnak, két külön hatalom, s ketten mi vagyunk, de csak ha vállalom. Nagyon de jó. Nyilván egy ilyen kommunikációs tréningnél vállalni kell önmagunkat. Így van, a határainkat tudni, azt, hogy a véleményem szabad, nagyon sokan, ugye, hogy a passzívak, így elüldögélnek, társaságban is csendesen, és nem mutatja meg önmagát. Hát ki fogja megmutatni én, hogy te ki vagy? Mutasd meg magad, a véleményed, a gondolatod érdekel, és ez ugyanúgy része az asszertív kommunikációnak, hogy jöjjön elő a személyiségünk, mert nem lesznek rá annyira kíváncsiak. Tehát, hogy mi vagyunk, mi tudjuk magunkat előadni. Tehát íve legyen a történetünknek. Igen. A te életednek is van egy íve itt a beszélgetésünk végén, bár azt ígértem, hogy nem lesz bulvár, de ez nem is az, hiszen rátaláltál lelked Jobbik felére. Igen. És ennek köszönhetjük, hogy székesfehérváriként is tisztelhetünk. Bizony, nekem ez egy nagy szerencse, és nagyon érdekes, hogy jártam párszor Fehérváron, és úgy mindig tetszett ez a város, és nagyon nem is értettem, hogy miért nem ismerem annyira, mint más városokat. Lehet, hogy ezért, mert közel volt Budapesthez, nem tudom. És aztán, amikor a férjemet megismertem, mennyire, még egyébként mindig rácsodálkozunk, hogy mennyire könnyen én eladtam a lakásom, feladtam az ottani életemet, és azt mondtam, hogy én jövök Fehérvárra. Fel sem merült az, hogy Ati költözzön oda hozzám Budára, én akartam jönni. És nagyon-nagyon jó döntés volt. Ugyan még rácsodálkozunk, de azóta is azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Szerintem is. És köszönjük, hogy megtetted ezt a lépést, és itt vagy velünk. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves vagy, én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták Pataki Zitával. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra.